Siratódalok is szóltak a megemlékezésen Szombathely gyász napján. 1945. március 4-én az angol szász légierő 127 repülőgépe 5 hullámban támadta Szombathelyt. 303 civil áldozata volt a 69 évvel ezelőtti bombázásnak. Erre emlékeztek az összegyűltek a Ferences templomnál, az Assisi Szent Ferenc Kollégium falán elhelyezett dombormű előtt. Az ökumenikus emlékezés után mások mellett De Csaba honvédelmi miniszter és Puskás Tivadar Szombathely polgármestere is megkoszorúzta az épület falát. Sokan mécseseket gyújtottak, úgy emlékeztek az áldozatokra. A megemlékezés a Savária Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületénél folytatódott, ahol Szél Kálmán professzor azt hangsúlyozta, tanulni kell a múlt tragédiáiból. A ma embere elképzelni sem tudja azt a riadalmat, szenvedést és halálfélelmet, tovább azt az anyagi és erkölcsi kárt, amit a bombatámadás okozott. Jellemző, bár ez volt talán a legkisebb probléma, hogy koporsó sem volt elég a halottaknak. Az emlékezők itt is koszorúkkal és gyertyákkal rótták le tiszteletüket az áldozatok előtt. Jövőre lesz a 70. évforduló. Nagyszabású programsorozat készül a kerek jubileumra. A tervekről a csütörtöki Szombathely ma című műsorban hallhatnak majd.